Először léptek dobóállásba Szankon a nyíregyházi tekézők, mégpedig azzal a céllal, hogy megszerezzék második bajnoki győzelmüket. Bár a hazaiak jól tartották magukat, a vendégek, amíg ismeretlen pályán is nagyszerű teljesítményt nyújtottak, és végül 3377 fát szerezve 6-2-es győzelemmel távoztak a Bács-Kiskun megyei településről Finta Zoltánék. A mérkőzés egy kicsit nehézkesen indult, mert nagyszerűen játszottak a hazaiak, de mindenképpen ki kell emelnünk a Magyarorsi Péter 598 fáját és a Hakkerdezsi 605 fáját, ami megalapozta a nyíregyháziak sikerét. Középső sorban ott ide-oda millegett a mérleg nyelve, a hazaiak folyamatosan jöttek fel, azonban a Ráski János a másik pályán sajnos lesérült, és a helyette dobálásból épül Szojka Miki egy fantasztikus utolsó etapot produkálva megszerezte a fontos csapatpontot, azt mondom, hogy bravúr pontot szerzett, és mellette még további 20 fával növelni tudtuk az előnyünket, és már ekkor látható volt egy 5-3-6-2-es idegenbeli győzelem is kijuthat ebből a mérkőzésből, ugyanis még akkor volt hátra a Fehér Béla, aki hazalátogatott Szankra. Nem volt ez másképpen, Béla folyamatosan növelte az előnyét, maga biztosan megszerezte a csapatpontot, még jó magamnak a harmadik pálya után egy cserével a Szilágyi Sándor személyében egy újoncot avattunk a Nyíregyházi Teket Klub csapatában, és mondhatnám azt, hogy a Sándor is megszerezte meglepetésre a csapatpontot, így alakulhatott ki, hogy 6-2 arányban a vártnál úgy gondolom egy kicsit simában, de mindenképpen megérdemelten diadalmoskodni tudtunk Szankon. A nyíregyháziak szombaton a három győztes mérkőzés után érkező budapesti Dinamo SC csapatát fogadják. Jól ismeri egymást a két gárda, mondhatnánk azt, hogy baráti a kapcsolat, tehát nem azt mondom, hogy heti rendszerességgel telefonbeszélgetésekben vagyunk több játékossal. Mindenképpen egy jó mérkőzésre van kilátás, jó formában vannak a budapestiek, de azért a hazai pálya előnyét mindenképpen mi élvezzük. Én úgy gondolom, hogy nekünk magasabb céljaink vannak ebbe az idényben, úgyhogy a legfontosabb a két pont megszerzése. Bízunk benne, hogy egy kicsit simában fog ez összejönni, de hogyha netán csak 5-3 arányú győzelem lesz a végén a nyíregyháziaknál, akkor se fogunk bánkódni. Legfontosabb az, hogy a két pontot most is begyűjtsük hazai pályán. A Nyíregyházi Tekeklub Dinamo SC mérkőzés az ifjúságiak meccse után szombaton 13 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában.